egy háziasszonynak júniusban rengeteg dolga van. Érik a megy, a mána is beérett, a levendula teljes pompájában, tehát szedni kell. Ja, és a lakásfelújításnak is pont most van itt az ideje. És miután elvégeztem minden teendőmet, szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy a mai adás főszereplője a levendula. Most van szezonja, most virágzik, szedjenek, spájzoljanak be télire, Tihanyba vagy Kőröshegyen. Nagyszerű virág, nagyon sok módon felhasználható, de mivel ez egy gasztroműsor, természetesen mi megsütjük, illetve megfőzzük. Pár információ a levendula felhasználásáról. A levendula egy olyan virág, amiről el kell, hogy mondjam, hogy a jóból is megárt a sok. Tehát, hogyha sokat használunk belőle, akkor az ételünk elszappanosodhat. A levendula virág frissen, illetve szárított formában is felhasználható a konyhába. Javaslatom a következő, friss formában tejek, tejszínek, habok, illetve fagylaltok ízesíthetők vele. A szárított levendulának az aromája sokkal erősebb, tehát ezzel tényleg nagyon csinnyen bánjunk, viszont süteményekbe, parfékba, akár húsokhoz is megfelelően használható. Aki még esetleg nem főzött, vagy sütött, vagy nem volt dolga a levendulával, annak a mai adás egy jó alap. Tehát el fogjuk kezdeni az adás egy alap levendula szirup készítésével, ami számtalan módon felhasználható a későbbiek folyamán. Sokan kérdezik, hogy milyen íze van a levendulának. A levendulának pontosan olyan íze van, amilyen az illata. Mivel nyár van, egyértelműen az első levendulás étel, az a fagylalt lesz. Ez egy olyan fagylalt recept, hogy bármelyik háziasszony fagylaltgép nélkül is elkészítheti. Mi kell hozzá? Kell hozzá természetesen szárított levendula. Ez a tavalyi szüretből maradt levendula virágzatom. Ebből kell egy csapot evőkanálnyi, kell egy evőkanálnyi cukor, görög joghurt, tejszín, sűrített tej, ez a tubusos, tudják, abból egy egész tubus, illetve lila ételfesték. Ha nem rendelkezünk lila ételfestékkel, de van pirosunk és kékünk, pár csepp összevariálása után már is megkapjuk ezt a gyönyörű levendula színt. Tehát csapjunk bele, meg először is elkészítem a fűszeres cukrot. Fogom a kristálycukrot, és egy kávé darálóba összekeverem a szárított levendulával. És elkészült a csodásan illatos levendulás porcukor. A hozzávalókat szép sorban összeöntöm. Kell hozzá egy jó másfél deciliternyi 30%-os tejszín, illetve adok hozzá sűrített tejet. Tudják, ez a jó cukros tej, ezért is kell hozzá nagyon kevés cukor. Ha ezzel megvagyok, akkor a robotgép legkisebbik fokozatán nekiállok összevegyíteni. Hogyha nagyjából felvertem a tejszínt a sűrített tejjel, akkor hozzáadom a levendulás porcukrot. Következik egy pohár natur görög joghurt, és az előzőekben kikevert ételfesték. Ebből először csak egy cseppet rakok, és meglátom, hogy mennyire lesz lila a fagylaltom. Összekeverem. Ennyi volt a fagylalt, semmi nagy mutatvány. Keresünk egy
kontrasztos edényt és a fagyinkat belemerjük. Természetesen, hogyha nem szeretnének ételfestéket használni, elhagyhatják, de én szerintem ez a szemnek csodás, ez a lila szín. Hú, az íze pedig nagyszerű. Ha ételfestékkel dolgozunk, akkor feltétlenül figyeljünk arra, hogy vagy nagyon ügyesek legyünk, vagy pedig gumikesztyű segítségével keverjük össze az ételfesték színeit, mert különben egy kis hipózás, egy kis flóraszeptezés, vagy pedig megfelelő körömkefe bedolgozás után kaphatjuk újra vissza a bizonyos testszín. Az elkészült fagylaltot berakom a mélyhűtőbe fél időbe, ami körülbelül egy 40 perc eltelte után átkeverem, és a következő 40 perc után már is fogyasztható. Már alig. Most pedig következzen a levendula szirup. Ez az alaprecept, nem összekeverendő a levendula szörpe. Ezt a levendula szirupot számtalan módon felhasználhatjuk. Mire gondolok itt? A süteményekhez tökéletes hozzávaló. Természetesen limonádét is ízesíthetünk vele, de hogyha esetleg bármilyen sülthöz hozzáteszem, vagy sült szószhoz hozzáteszem, meglepő ízélményekben lesz részünk. Mutatom a receptet. A recept a következő. Kell hozzá 8 deciliter víz és 40 deka cukor. Ebből szirupot főzök. Felforrt a víz. Már csak a cukrot kell beleraknom. Míg a szirup újra felforr, hozzáadok egy citromlevét. Ez az a recept, ahol a citromot semmilyen módon nem lehet helyettesíteni sem citromlével, sem citromsavval. Tehát egy citromleve, és jöjjön a főszereplő, a levendula. Az alapszirupphoz mindenképpen friss levendula virágot használjunk, és csak is a virágzatát. Hogyha teát szeretnénk belőle főzni, akkor nyugodtan belefőzhetjük a szárát, illetve a levelét is, de mivel most nem erről van szó, és szépen le fogom nyesegetni egy orlóval a virágzatát. Közben felforrt a szirup. Tehát hozzáadom a citromlevet, és jöjjenek bele a virágok. A virágok mennyiségéről annyit tudok elmondani, hogy teljesen ízlés dolga. A recept körülbelül 4 dekát ír, de én megmondom őszintén, egy picikét mindig többet szoktam belerakni. Hihetetlen módon jön föl az aromája. Természetesen levendula vásárláskor, vagy levendula szedéskor mindenképpen ügyeljünk arra, hogy semmiképpen ne útszéléről szedjük, mindenképpen ellenőrzött helyről vásároljunk, de a legjobb az, hogyha magunk szüreteljük a kijelölt helyeken. Nekem az a szerencsém, hogy a kertembe mutatom, 7 darab levendula bokrom van. Jó. Belenyomogatom a virágokat, és várnunk kell minimum egy éjszakát. Egy éjszaka alatt teljesen átveszi a levendula virág ízét és aromáját, és már is felhasználható. Tehát megy egy kicsit állni. A most következő levendulás meggyes sütemény, vagy esetleg cseresznyés a családunk kedvence. Körülbelül 2 évvel ezelőtt készítettem először, és azóta minden levendula szezonkor, minden hétvégén ez van a vasárnapi asztalom. A sütemény összeállítása a következő. Fogok 12,5 deka olvasztott vajat, ez hozzá ütök 2 darab tojást,
hozzájön 10 dekagram cukor. Ezt robotgéppel összekeverem. Ezután fogom a magzott medgyet, kiöntöm egy tálba. Ehhez a mennyiséghez egy bögre magzott medgyre van szükség, és körülbelül 3 evőkanál levendulás pólcukorból a felét ráhintem a medgyekre, és kicsit összekeverem. És folytatom a munkát. Jön 22 deka liszt, kávés kanálnyi szódabikarbóna, jön a maradék levendulás porcukor, és összekeverem. És annyi tejet adok hozzá, amennyi ahhoz szükséges, hogy egy nem túl folyós kevert tésztát kapjak végeredményül. Még egy pici. Ez lehet fél deci, lehet egy deci. Nagyon függ a vaj vagy margarin folyósságától. Ez ma az én esetemben körülbelül fél deci tejet jelentett. Elkészült a kevert tészta. Megfogom ezt a formát, ezt előzőekben kivajasztam. Beleöntöm a kevert tészta felét. Kicsit szétkenem. Szép egyenletesen. Így. És jönnek az előzőekben levendulás cukorral megszórt medgyek. És ráteszem. Nagyon finom az illata. Így. Na, levét is el szoktam rakni. És jön a kevert tészta másik fele. Itt figyeljünk arra, hogy egyenletesen osszuk el a maradékot, tehát mindenhova jusson. Ha ezzel meg vagyok, akkor körülbelül 170-190 fokos sütőbe 35 perc alatt készesütöm. És mehet is a sütőbe. És ugye, hogy úgy gondolnak a levendulára, mint valami édes ízfokozóra. Ha így gondolják, akkor gondolják máshogy, mert ez a mediterrán fűszersó, ami tartalmaz levendulát, nagyszerű húsok fűszerezéséhez. Mutatom a hozzávalókat. Kell hozzá 15 deka gyönyörű nagyszemű só. És a következő fűszerek. Mindegyikből egy teáskanállal. Kell hozzá egy teáskanál majoranna, egy teáskanál kakukkfű, egy teáskanál rozmarin, szárított rozmarin, és fél teáskanál kömény. Jön a többi hozzávaló. Babérlevél, körülbelül 3-4-et fogjunk össze, és durvára törjük össze a kezünkkel. Teljesen lehet rusztikusan. Nagyon szeretem ezt a szót, hogy rusztikus. Sokszor használom én is, hogyha valamit elrontok. És jön a főszereplő, a levendula.
ebből is körülbelül egy teáskanálnyi, ez most csak egy fél, és a szárítottból még egy picit hozzámorzsolok. Így. Látják, nem csak párnába illatosítónak jó a levendula virág. Ezzel megvagyok, és egy kaparás a varázspálcámmal, és kész van a mediterrán provanszi fűszersó. A fűszerkeverék használata következő. Két módszert is választhatunk, vagy olajjal összekeverjük ezt az elkészített fűszersót, és ezzel dolgozzuk be a hússzeleteket, vagy pedig a hússzeleteket először megolajozzuk, és utána meghintjük ezzel a fűszersóval. Egymásra helyezzük őket, letakarjuk folpakkal, és mehet a hűtőszekrénybe körülbelül 2 órára. És a hűtés után, ha kivesszük, rögtön mehet a grillrácsra, vagy a sütőbe, vagy az alufólia alá, és higgyék el, meglepően finom lesz. Elkészült a szirup, gyönyörű levendula, lila, rózsaszín. Ezután megfogom, és egy megfelelő dizájnos csatos üvegbe egy kéz segítségével leszűröm. Két kéz. Oké. Hogyha ezt szeretnénk rakni télire a szirupot, akkor még egyszer leszűrés után forraljuk fel, és száraz dunszba hagyjuk kihűlni, és egész télen rendelkezésünk rá a levendula szirup. Remélem tudtam önöknek valami újdonságot mutatni. Nézzék meg, 4 csodás levendulás étel, nem csak a szemnek, a szájnak is nagyszerűek. Egy forró, egy jéghideg, egy édes és egy sós. Mindenki készítse el, amelyik a legjobban tetszik. Hát a nagy melegben megmondom őszintén, mi a fagyira vágyunk a legjobban, de utána biztosak lehetnek benne, hogy le fogjuk öblíteni egy levendulás limonádéval. Köszönöm a figyelmüket, várom önöket a jövő héten is. Kérem, lájkoljanak a Facebookon, viszontlátásra! Jó? Jó lesz! Ki kéri az első adagot? Tihanyba és Kőröshegyen is lehetünk levendula virág tulajdonosai. A most következő levendulás, meggyes vagy cseresznyés, esetleg márnás, talán mégis. Még egyszer. Bocsi. Letoltunk. Jól van, na. Itt jól van, csak mondjuk. Hát de hárman!